Sziasztok! Nagyon szép tanyasi reggelünk van. Szeretném nektek megmutatni, hogy milyen a tanya igazából, amikor esik az eső, amikor több napja szakad. Tegnap egy barátunk azt mondta, hogy elolvasta a könyvemet, és egész biztos benne a fenntartható visszafejlődés alapján, hogy soha, de soha nem tudná ezt az életet élni, ami egyébként gyönyörű szép, de mi soha nem szoktuk ezt rózsaszín ködbe bemutatni, hanem próbáljuk a maga teljes valóságába átadni nektek. Ami érdekes az egészben az az, hogy én azt látom, hogy jelenleg is többen belebuknak a tanyára költözésbe, és visszamennek a városba, mint ahánynak sikerül, de ennek meggyőződésem, hogy kizárólag a rózsaszín köd az oka, amivel a média, meg a közösségi média körüllengi a tanyasi létet. Nézzétek akkor meg ezeket a képsorokat, nektek készítettem. És a legfontosabb, amiről nem szabad megfeledkezni, az az állatoknak megfelelő mennyiségű, jó, száraz fekhely, ahova nem esik be az eső, és vastagon be van szalmázva. És már innen a konyhából kívánunk nektek nagyon szép vasárnapot. Sziasztok! Sziasztok!